Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint unboxing lesz, méghozzá egy Logitech C615-ösnek webkamerának a kibontása következik. Az első oldalon nem sok érdekes dolog tűnik szemben, maga a webkamera, logó, modell, illetve lent egy tehát egy információs sáv, mondjuk úgy, hogy Full HD-ba tud ez felvenni videót, YouTube-ra, meg bla bla bla, tud rendes HD-t, kamerát, fényképeket 8 megapixelbe tud készíteni, autofókuszos, 360 fokban forgatható. Az másik oldalán itt megint képek a magáról a kameráról, illetve egy rövid leírás, a fókusz is lesz, jó lesz, hogy ez a középkategóriás kamera, nem egy felső kategóriás, de nem is egy alsó kategóriás Full HD-s. Skype-on 720p-be tud mozogni, 8 megapixeles képeket tud készíteni, 10 centiről tud autofókuszt csinálni, az objektív, ez egy standard objektív, mono hangot tud a mikrofonja felvenni, ami végül is nem egy mínusz. Hátoldalán minden nyelvű leírás, magyar nincs. Bár itt lent van egy nagyon rövid 90 cm-es kábel, bővítő kábel állványra helyezhető talp, felhasználó mutató, 2 év gyártói garancia, teljes körű termék támogatás. Másik oldalán megint leírás, illetve kompatibilis Gmail-el, Yahoo-val, Skype-al, stb. Az alján van egy rendszer követelmény, tehát támogat Vista-t, Windows 7-et, Windows 8-at, Full HD használatához viszont már Core 2 Duo-s Proci, 4 GB RAM, stb. Szükséges. Na jó, ezzel megvolnánk, bontsunk ki. Ha egy kézzel sikerülni fog. De már miért nem sikerülne? Jó. Le van ragasztva minden oldala. Barátném az ollót nem tudom hova tette, elvitte. Egy pillanat és idehozza, mivel itt oldalt is le van szépen ragasztva, jó poros. Az üzletbe, ahol vettem, ezek szerint nem túl sokat keresték. Nem akartam webkamerát venni, de mivel promócióban volt, szinte féláron, ezért úgy gondoltam, hogy miért is ne. Leteszem a kamerát, meg hogy nem. Egy, de leragasztottátok, hagyjatok meg. Jó. Na szóval, mit található a csomagolásban? Szépen lefektetjük és kihúzzuk belőle a cuccot. Jó. Eltávolítottuk a dobozból. Tehát itt van maga a kamera, amit megint csak valahogy ki kell innen vadászni. Ami úgy tűnik, hogy nem is egy olyan egyszerű feladat. Használati utasítások. Kétkezes meló. Hát nem spóroltak a papírra. Itt kicsit elrébb itt van egy USB kábel, ami megy a kamerához, látom. Amit valahogy innen ki fogok szedni. Két kéz kell hozzá. Ez még két kézzel se egyszerű manőver. Jaj, az anyátok jó isteni. Sose értettem a Logitech-et, hogy miért ilyen, amilyen. Na mindegy. Tehát itt van maga a kamera. Szemből írja, hogy Full HD-s. Ott egy ilyen, hát megvilágítás miatt, meg a fókusz miatt kell az a kis szarság. Ezt így monitorra csíptethető. Hátoldala ilyen egyszerű, alól egy Logitech logó, amit elméletileg, ezt ha levesszük,
Itt alatta. Elvileg itt valahogy fel lehet állványra is szerelni. Hát nem tudom, majd kiderül. Tehát így kb. Ennyit érdemes tudni róla, ez egy egyszerű USB-s cucc. Viszont, ami még jó dolog, tehát leállt a kamera, van egy USB hosszabbító benne, ez a Logitech-től jó dolog, mert elég gyakran előfordul, hogy a cuccaikhoz adnak egy viszonylag hosszú hosszabbítót, tehát ez is benne van, illetve ennyi. Tehát ez kiürült. A tesztek majd érkeznek holnapi nap folyamán. Illetve még vettem egy ilyen Asus MZZ vagy M22, most ez jó kérdés. Ezt is gyorsan kikapjuk, éppen lássuk, hogy néz ki. Tehát ez a mousepad, hát elég érdekesen néz ki, mondjuk egy kicsit valami érdekesebbre számítottam, nem egy ennyire. Reméljük nem fog csúszni, az egyik oldal ez ilyen picit tapadósnak tűnik. Nekem ez a méret bőven elég, úgyhogy ez lesz a mousepad-e mostantól fogva. Na hát ennyi lett volna ez az unboxing, köszönöm a figyelmet, sziasztok!